Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. A Kalocsai Futballklub kérelme nyomán még 2019-ben született meg a döntés, hogy a néhai edzőről, Molnár Ferencről nevezzék el a Kalocsai Szabadidő és Sportközpontot. A hivatalos névadó ünnepségre most szombaton, azaz augusztus 8-án került sor. Augusztus 8-án, azaz szombaton került sor a Kalocsai Szabadidő és Sportközpont hivatalos névadó ünnepségére. Városunk előző képviselő testülete ugyanis még tavaly ősszel határozott arról, hogy a KSS sporttelepét a néhai edzőről, Molnár Ferencről nevezik el. Az ünnepségre családtagok, sporttársak és barátok gyűltek össze. Városunk legendás sportemberének pályafutását és életútját Schmidt Rajmund önkormányzati képviselő elevenítette fel. Örömteli ez a nap a kalocsai sportéletben, mert a város egyik legkiválóbb emberén tisztelekhetünk ezzel a most felavatandó emléktáblával. Molnár Ferenc, sokoknak Feri bácsi, egy gyönyörű, hosszú és sikerekben bővekedő életpályát mutatott magáénak. 1925. augusztus 17-én, néhány nap múlva lesz 95 éve, hogy meglátta a napvilágot Szabadkán. Születése után édesapja a munkai nehézségé miatt a család hóbecsére, a jómódú keresztapa birtokára költözött, melynek gyermekkorában egy csodaként élt meg. Évtizedek múlva is mindig a legnagyobb szeretettel mesélt ezekről a boldog évekről. 1931-ben a család visszaköltözött Szabadkára, ahol megkezdte tanulmányait. A labdához és a labdához való kapcsolata és ehhez az időhöz köthető, elmondása szerint elválasztottak voltak egymásról. Idézze őt: ettől kezdve labdával keltem, labdával feküdtem. A fiatal Molnár Ferenc 17 évesen már a délvidék ifjúsági válogatottja volt, és a szabadkai MB2-es csapata stabil játékosa. Önképzéssel önállóan jutott el a Magyar Tagozatú Gimnázium csapatából centerként a válogatott szintjére, melynek 41 és 44 között állandó tagja volt. 44 márciusától következnek a nehezebb évek. Munkatáborba vitték, ahol két hónapot töltött nehéz körülmények között, rengeteg munkával. Az ez év novemberén elején jugoszláviai katonai behívótól tartva Magyarországra menekült. 44. december 13-án télvíz idején gyalog érkezett Kalocsára. A gimnáziumot már városukban fejezte be. Ugyan felvételt nyert a budapesti orvosi karra, de kollégium és menze hiányában tanulmányait nem tudta folytatni. Szigorú határzár miatt az otthoniak támogatására sem számíthatott. Így visszatért Kalocsára, és tanulmányait a Hittudományi Főiskolán kezdte meg, ahol nemzetközi hírú és rangú tanárai voltak. Örök kihálás volt nekik az itt megszerzett tudásért, amiből későbbi élete során rengeteget kamatoztatott. A főiskola 4 éve után mégis úgy döntött, hogy nem kéri pappá szentelését. Egyfelől nem értett hozzá kellő elhivatottságot, másfelől volt egy magatosabb oka, beleszeretett Kalocsa egyik legszebb tanítóképzős növendékébe, Vén Klárába, és a világ életet választotta. A csodálatos kalocsai szülők mindenben támogatták a fiatalokat, akik 50 nyarán összeházasodnak, és megkezdték 58 évig tartó közös életüket. 5 évig a falusi tanítók nem mindig könnyű, de általuk imádott életet élték. Kiskörös, Páhi, Zahora, Kiskörösön Ferike, ahogy ott hívták, a város NB3-as csapatát erősítette és rugdosta a szebbnél szebb gólokat. Páhin, ahol 1 évet töltöttek, megszületik Gábor fiú. Az 1951-52-es tanévet már a szeretett Kiskörösön, Erdőtelken, az egykori Zahorán kezdték, ahol igazgató tanítóállást töltött be. A szülők hiánya miatt azonban egyre inkább vágyottak vissza Kalocsára, és 55. augusztus 1-én végre engedélyezték az áthelyezésüket. Győzött a sport. A város futballszerető vezetői hazahozzák a mindkét lábbal jól lövő, jól fejelő csatárt. Ezen a nyáron megszületik Klára lányuk, együtt a család, itthon vannak. Ettől az évtől haláláig Molnár Ferenc szíve lelke Kalocsáé. A pedagógiai főiskola elvégzése után tanárként dolgozott a Kalocsai Általános Lányiskolában és az első Szent István Gimnáziumban. Büszkeséggel töltötte el, hogy osztály tanulmány eredményeivel iskola első lett. A gimnázium labdarúgó csapatát pedig az Országos Középiskolai Bajnokság megnyeréséhez segítette tanártársával, Kis Györggyel. Mindenütt, ahol dolgozott,
legyen az a városi tanács, vagy a járási hivatal, mindig segítőkész, újító, alkotó emberként ismerték meg. Mert nagyokat álmodni, és ezeket az álmokat volt erre megvalósítani. Legnagyobb sikerének a kereskedelmi és vendéglátói tanulóiskola kialakítását tartotta, melynek 12 évig volt vezetője. Az iskolát országos hírű kísérleti iskola szintjére fejlesztette, ragyogó tantestületével karöltve. Állami kitüntetésének armadával dicsekedhetett volna, de nem tette. Tette a dolgát. 55 éven keresztül végezte, munkája mellett, kiemelkedő sporttevékenységét labdarúgóként, majd edzőként. Diplomáját a testnevelés főiskolai edzőszakán szerezte. Edzősködött a kalocsai Kinizsinél, majd a kalocsai VTSK-nál, illetve a miskai TSSK-nál, ahol országos visszhangot váltott sikere, ugyanis veretlenül vitte be őket az MB2-be. Végül a kalocsai FC-n is edzőként tevékenykedett, ahol nára szerezte meg a klub utolsó bajnoki címét. Edzői pályafutása alatt 6 arany, 5 ezüst és 6 bronzéves csapata volt. Kiemelkedő munkájáért megkapta az Eszterházi díjat, Báskiskun megyei sportjáért díjat, illetve a Kalocsaváros sportjáért díjat. A jó barát és tanítvány Csapai Lajos az utolsó meccsén 1955-ben így búcsúzott tőle. Idézem. Nem is búcsúzom, inkább szeretném megköszönni a szurkolók nevében az elmúlt szép éveket, a diadalmas menetelést, felejthetetlen mérkőzéseket, mindazt a sok örömet, mely visszaadta hitünket abban, hogy van még jó labdarúgás. Sokan hívtunk téged mágusnak, pedig nem voltál az, jó pedagógus vagy. Aki ért az emberek nyelvén, és ez több mindenféle mágiánál, mert ezzel tudtad éveken keresztül a különböző képességű játékosokat igazi csapattá kovácsolni. Ma még utoljára te dirigálod a fiúkat, s tudom, az lenne a legszebb ajándék számodra, ha mai mérkőzésen győztesen vonulnának le a pályáról. De abban is biztos vagyok, bármi legyen is az eredmény, hogy győztes egyedül te vagy közülünk. Emelt fővel adhatod át a stafétabotot, megtettél mindent, hogy Kalocsa labdarúgó sportja ezre különbe lehessen. Molnár Ferenc 2019. március 30-án hunyta le örökre a szemét, azóta az égi futballmezőkön Lajos barátja közvetíti a mérkőzéseket, ahol Ferus tovább irányítja tanítványait. A Kalocsai Futballklub kezdeményezésére 2019. szeptember 30-ai testületi ülésén fogadták el a Kalocsaváros Sport és Szabadidő Központjának átnevezését, mely mai naptól hivatalosan is Molnár Ferenc Sport és Szabadidő Központ, ahol a nagypályás és kispályás futball mellett a kézilabda, az atlétika, a tenisz és rövidesen skatepark szellemesség is otthonra található. A Kalocsai Futballklub állandó kiállítást is rendezett Feri bácsinak, erekéből itt látható. Molnár Ferenc nevét és emlékét nem csak a sporttelep őrzi majd a jövőben, hanem az a tábla is, melyet emlék előtt tisztelegve lepleztek le szombaton délután a KFC klubtermének bejáratánál. Feri bácsi lánya, Klára köszönte meg a család nevében, hogy a város és egykori klubja méltó emléket állítottak édesapjának. Nagyon-nagyon szeretném megköszönni a család nevében. Nagyon sokat szerepeltem Kalocsán, de én ilyen ideges és ilyen ennyire lelkes, hogy itt állhatok, nem voltam még az életben. Apám 93 évet élt, és egy csodálatos ember volt, amit a Jóistennek csak hálával tartozunk, hogy az ő családjába tartozhattunk, aki mindig életemben nem hallottam a mi házunkban, hogy valakivel azért barátkozott volna, mert érdeke fűződött volna hozzá. Úgy válogatta a barátait, akikben megbízott, aztán vagy sikerült ez a választás, vagy nem, de soha nem hallottam, hogy érdekből akart volna valakivel kapcsolatba kerülni. Ettől függetlenül rengeteg barátja volt, az utolsó pillanatig rengetegen látogatták, és nagyon hálás volt érte. Mindig volt benne egy hiányérzet, hogy nem jönnek. Nagyon szépen mondta Farkas Hajni, a volt tanára, hogy sokan mondták, hogy elkéstünk a temetésen. Ő tudta talán, hogy mindenkinek megvan a saját kis élete, és nem mindenki ér rá eljönni hozzá. De én tudom, meg ő is tudta, hogyha itt körbeállná az a sok ember, akin ő segített ez alatt, a hosszú élet alatt, akkor azt hiszem, hogy a pálya megtelne ezekkel az emberekkel.
nagyon sokan, hál' Istennek, a mai napig emlékeznek rá, és ő nagyon boldogan halt meg. Én azt hiszem, egy teljes életet élt, és kiugrott kispapként, ő mindig azt mondta, hogy tettem annyit, annyi jót a világi életbe, hogy talán megbocsájtják, és fölkerülhetek oda, hova szeretett volna. Szerintem erről nem is álmodott, hogy ez sikerülhet neki. Nekem nagy vágyam volt, meg azt hiszem Gábornak is, hogy a városban valahol volt az a csodálatos iskola, amit megteremtett, itt a pálya, de azt hiszem ennek örülne igazán a legjobban ez a sportember, aki a szívét, lelkét adta Kalocsáért. Nagyon köszönjük a kezdeményezőknek, ide egy nagy fejhajtás, és az összes volt vezető, akik rábólintottak, hogy ez a tábla örökre itt álljon, vagy legalábbis hosszú ideig. Nagyon köszönjük a család nevében, és egy jó, szép estét, jó napot, és sokáig emlékezzetek rá. Az ünnepséget egy patinás öregfiúk meccsel koronázták meg a szervezők. A kalocsai színeket Molnár Ferenc egykori játékosai erősítették a mérkőzésen, az ellenfél pedig a pécsi MFC szeniorgárdája volt. Február 8-án szombaton este rendezték meg a sportbált. Mészáros Lili lett a legjobb női sportoló, Lakatos Bence az év férfi sportolója. Busa Attilát választották a legeredményesebb edzőnek. Február 8-án szombaton került megrendezésre a kalocsai sportélet egyik legkiemelkedőbb eseménye, a sportbál. A rendezvényen egyesületek, szakosztályok javaslatai alapján vehettek át az arra érdemesek okleveleket, elismeréseket, kupákat, az asztali tenisztől kezdve egészen az úszásig bezárólag. Mai napon 634-en vagyunk a sportcsarnokban, mert egy nagyon örömteli dolog, hogy ennyi sportoló, sportvezető, edző, sportbarát van itt a csarnokban. Ez teltházat jelent, több főt nem tudunk erre a rendezvényre befogadni, úgyhogy ennyien vagyunk. Azt gondolom, hogy ez is mutatja, hogy Kalocsán mennyire nagy igény van a sportra, és hogy milyen jelentős szegmens foglal ez magába. Úgyhogy én, mint városvezető is, egyébként is szívügyem a sport, és a gyermekeknek ez a sportos életmódra való nevelése, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó vázat ad nekik, és nagyon jó korlátokat ad nekik, hogyha valami egyesülettel vagy szakosztályba járnak sportolni. És mindenféleképpen nekünk is ezt támogatnunk kell, ezért is fokozza az önkormányzat a sporttámogatást, ahogy 19-es évben is volt beleszólásom már a költségvetésbe, akkor is kértem az akkori polgármester urat, hogy növeljünk a sporttámogatást, ezt most a 20-as évben is meg tudjuk tenni további 2 millió forintos növeléssel, úgyhogy bízom benne, hogy az egyesületek is ezt érzékelik, hogy az önkormányzat a lehetőségeihez képest minél több támogatást nyújt. Miről számolnak be az edzők, egyesületvezetők, hova jut el Kalocsa híre a sport révén? Országos szinte határainkon belül szinte mindenhova. Tehát ez nyilván az ő elhivatottságuk nélkül, a szülők, illetve az edzők elhivatottsága nélkül ez nem működik. Tehát rengeteget vállalnak magukra, nyilván ezt nem az anyagiak tudják biztosítani számukra, hanem tényleg az a lélek, az a sport iránti szeretet, az adott sportok iránti szeretet, amiért dobog a szívük. Úgyhogy a határainkon belül nagyon-nagyon sok erre, tehát országos versenyekre, bajnokságokra, utánpótlás nevelésben is jelentősen kiveszi Kalocsa részt, tömegsportokban is, úgyhogy az egyéni teljesítmények is kiemelkedőek, illetve ahogy mondom, tehát ez, hogy egy gyerek eljár edzésre egy sportegyesülethez, és akkor ott fegyelmet tanul, rendszer tanul, csapatban való munkát tanul, győzni, az, hogy a győzelem hajtja, illetve ha vereséget szenved, méltósággal kezelje, azt gondolom, és egy egészséges gondolkodású gyereket tudunk ezáltal nevelni. Azt gondolom, hogy az mindent megér, és ez az igazi fontos dolog, illetve ez, hogy nyilván amikor elmennek, akkor a városunk jó hírét, Kalocsa jó hírét viszik tovább. Mészáros Lili 12 éve kezdett el karatézni. Rengeteg edzés, hazai és nemzetközi verseny van az év női sportolójának járó díjában. Európa bajnokságon vettem részt, 2-szer voltam diák olimpián, és az utolsó versenyen pedig egy magyar bajnokság volt. És sikeresen tavasszal kijutottunk Görögországba. Hány év munkája van ebben a díjban? Hát 12 éve karatézom, egészen kiskorom óta üzem ezt a sportot. Mi vitt téged éppen a karate fele?
Hát én nagyon mozgékony gyerek voltam kiskoromban, és anyukám mondta, hogy válasszak egy sportot. És táncoltam akkor, és a karate mellett döntöttem. Milyen pillanat volt az elmúlt évben, ami vagy egy edzésen, vagy egy versenyen a nehézsége miatt, vagy a szépsége miatt megmaradt benned? Hát nekem igazából a versenyeken a stressz az a nagyon nehéz. Ez főleg akkor jelent meg, amikor világbajnokságon voltam 2 éve. Hát ott nagyon nehéz volt, nagyon izgultam. Ki tud olyankor teljesen kapcsolni az ember, vagy azért a külvilágnak az ingerei, az edzőnek az utasításai el kell, hogy jussanak? Hát nagy bennem a bizonyítási vágy, szóval nagyon izgulok így a küzdések előtt, de ahogy fölállok a pástra, akkor így eltűnik. Milyen terveid vannak néhány év múlva, mit szeretnél még elérni? Hát jövőre, vagyis idén érettségizem, szóval jövőre egyetemre szeretnék menni Pestre, de továbbra szeretném folytatni a karatét. 2019-ben közel 500 érmet nyert országos és nemzetközi versenyeken Lakatos Bence is, akit az év férfi sportolójának választottak. Bekerültem idén is a jövő bajnokai programba, azon kívül országos diákolimpiai bajnok lettem 50 pillangón áprilisban, és 50 gyorson lettem második, és az országos magyar bajnokságon lettem 50-100-200 gyorson dobogós, harmadik helyezett, és ezentúl a felnőtt rövidpályás OB-n is szerepeltem, ott is sikerült egyéni csúcsokat úsznom, meg évközben egyszer-kétszer sikerült egy rövidpályás országos csúcsot úsznom. Hogyan sikerül mindig megdönteni ezeket az egyéni csúcsokat? Nagyon sokat köszönhetek az edzőimnek, mindig sokat foglalkoznak velem a technikámmal, meg mindenbe segítenek, így a suliban is egyben, és szerintem a sok edzés munka kifizetődött. Mi lesz ezután, hiszen most 8-os vagy, néhány év múlva, ha ugyanígy beszélgetnék, akkor miről tudnál beszámolni, mik az álmaid? Hát a célom az legelőször az EOF, idén megúszni az EOF B szintet, ami 21-ben lesz, és aztán megúszni az A szintet, kijutni és minél jobb eredményt elérni. Busa Attila tanítványai közül már a legkisebbek is elindulnak versenyeken, országos és nemzetközi élmezőnyben is számon tartják a kalocsai úszókat. A Stankovics emlékdíj nem véletlenül van. A dr. Filvi Géza néhai életem meghatározó és jelentős iránymutató embere, tehát nincs nagyobb példaképpen pillanatnyilag, mint ez a két ember az életemben. Önélkülük nem lennék itt. Tehát mind a két embernek a 90-es évek elejétől kezdődött az egész, ott nagyon-nagyon meghatározó volt az irány, hogy merre indulok. És nekik köszönhetem, hogy ma itt állok. Készül ilyenkor valamiféle számadás, hogy hány gyerek van, aki mondjuk Kalocsán és a környékén annak köszönheti, hogy tud úszni, hogy valamikor az úszodába veled találkozott? Hát ilyenkor így most erre nem készültem, tehát én ezt nekem teljesen váratlanul élt. Hát annak idején is évi 1000-1200 gyereket tanítottunk meg a tyutyúval úszni. Most a Danival, a Gáborral, ez ilyen 6-700 között van, azért megoszlik az egész dolog. Milyen most Busa Attila edzőként, és milyen volt mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, 10 évvel, 20 évvel ezelőtt? Hát teljesen más, de remélem mégsem más. Tehát engem a gyerekek nevelnek, tanítanak, az ő szorgalmuk, kitartásuk az visz előre. Én mindig tőlük tanulok, tehát én mikor elkezdtem az edzői pályát, én megmondtam, hogy engem nem kell szeretni, engem az nem érdekel, tehát nem én vagyok az első, az eredmények. És ez így hozta magát, alakult a Gábor, a Dani, óriási ajándék nekem a Tompai Gábor, a Petrócki Dani, akik nálam úsztak, ott nevelettek, ott nőtték ki magukat, és ettől, tehát a család után ők vannak. Tehát az úszás, a Gábor, a Dani, nincs, nem tudok jobb szavak. Hogyan mennek ezután a hétköznapok? A hétköznapok ugyanúgy mennek, dolgozni kell, előre kell nézni, a Bencére oda kell figyelnünk, össze kell raknunk, hogy a nyáron, meg mi lesz a jövője, tehát ez mindenképpen fontos. De hát a Bencén kívül vannak úszók, vannak jövő tehetségek, mint láthatjátok, itt rengeteg fiatal van, 12-es, 13-as születésűek, akik nagy versenyen, ahol több száz induló van, ott is a 4.-5. helyen vagyunk,
és ez köszönhető annak, hogy a Dani nagyon-nagyon jól megtanítja őket úszni, és a szülők is szintén lelkesek. A legjobb utánpótlás csapat a KFC Méhecskék ifjúsági csapata lett. Kalocsa város legjobb csapata címet pedig a KSE evezős szakosztálya kapta. Viszonylag kis létszámú egyesületről és versenyzői gárdáról beszélhetünk a kalocsai brazil jiu-jitsusok vonatkozásában. Azonban az eredményeik önmagukért beszélnek, hiszen 2019-ben számos hazai és európai bajnokságon állhattak fel a dobogóra. Teljes erőbedobással zajlik a munka a kalocsai jiu-jitsusoknál, hiszen néhány hét múlva megkezdődik számukra a 2020-as versenyszezon. Ám előtte a klubelnökét arra kértük, hogy számoljon be nekünk az egyesület elmúlt évéről, kiemelt figyelemmel az elért helyezésekre és eredményekre. A 2019-es évet versenyzési szempontból mi még februárban kezdtük el, ekkor a Global Grapplingnek az Égisz alatt versenyeztünk, ez egy önálló szövetség, egy ilyen hibrid szabályrendszert működtetnek, ahol elég sok versenyző be szokott menni, judóból, brazil jiu-jitsuból, birkózásból is mennek be, és újonnan most már kempósok is részt vesznek ezen a versenyen, tehát egy elég széles spektrumú verseny szokott lenni. Mi ott kezdtünk, néhány versenyzővel mentünk, talán ott voltunk a legnagyobb számmal, most pontos számot nem tudok mondani, ez tényleg nagyon régen volt, ez egész pontosan egy éve. De akkor nagyon jó eredményeink születtek, kettő magyar bajnokunk lett, Horvai Miklós és Monostor Imre, mind a ketten megnyerték a kategóriáját. A Miklós, ő akkor még junior kategóriában versenyzett, Monostor Imre pedig felnőtt kategóriában nyerte meg azt a magyar bajnokságot. Gyerekek közül is, ha jól emlékszek, akkor mindenki dobogórát, nagyon sok bronzérem lett, kettő ezüstérem, és a gyerekek közül talán senki nem tudta megnyerni akkor a kategóriáját, ez kicsit vegyes volt ez a verseny. Aztán utána a tavaszi versenyszezonban részt vettünk egy úgynevezett Combat Wrestling magyar válogatón, ez is egy világszövetség, és Magyarországon is van egy szövetség. Ez egy magyar válogató volt, a Magyarországon megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra, és a Romániában megrendezésre kerülő világbajnokságra. Ott Horvai Miklós második lett azon a versenyen, őt a felnőtt korosztályban indították el, a juniorban nem volt annyi indulója, hogy ő ott meg tudta volna méretni magát, a felnőttek között második helyezést ért el, Monostor Imre szintén megnyerte azt az ő kategóriájában azt a bajnokságot. Én magam is megnyertem az én korosztályomat és az én súlyomat, és talán tőlünk ott máshol nem voltunk. Voltunk még egy úgynevezett Abu Dhabi Combat Club versenyen, erre a szabályrendszerre azt mondják, hogy ez ennek a földharcrendszerű központnak igazából a király kategóriája, én ott második tudtam lenni. És ha jól emlékszem, akkor a tavaszi évad az ennyi volt, és az őszi évad az úgy alakult nálunk, hogy ott a teljes erőnket a novemberi brazil jiu-jitsu magyar bajnokságra készítettük elő, és azon, ha jól emlékszem, akkor a Horvai Miklós megnyerte, az ő korosztályát, így van, a Monostor Imre, ott ha jól tudom, akkor az első meccsén kiesett attól a sráctól, aki végül megnyerte azt a csoportot, és hozzá kell tennem, mert ez egy nagyon-nagyon szép küzdelem volt, hogy ő volt az egyetlen egy ember, aki meg tudta szorítani egyébként az ellenfelét, mindenkit kopogtatással nyert, vert meg az ellenfele, ő tudta egyedül ponttal megverni, kettő pontot tudott rajta csinálni, egyébként mindenki mást úgynevezett kopogtatott a srác, tehát az Imre nagyon-nagyon jó helyet állt. Ahogy mondtam, a Horvai Miklós megnyerte az ő kategóriát, szintén egy magasabb súlycsoportba indult, és én magam elindultam kettő számba is, és mind az egyikbe a saját súlyomba ezüstérmes lettem, és az abszolút kategóriában, az úgynevezett súly nélkül a kategóriát harmadik lettem, és visszatérnék egy nagyon picit a tavaszi évadra, mert a legfontosabb versenyünket a tavalyi évben kiadtam a Tamásiban megrendezésre kerülő Combat Wrestling Európa bajnokságot, ahol a legfényesebb érem az Horvai Miklósnak az érme lett, aki a korosztályába egyen magasabb súlycsoportban 69 kilósan a 75 kilósok között versenyezve megnyerte az Európa bajnokságot. Két igen komoly ellenfele volt, mind a kettőt igazából játszik könnyedséget tudta megverni, nekünk legalábbis úgy tűnt a srácoknak, az ellenfeleinek annyira nem. Monostor Imre és én magam versenyeztünk, mind a ketten még bronzérmet hoztunk haza Kalocsára. Így alakult a 19-es év. És hogyan fog folytatódni majd ez 2020-ban, hiszen hogyha tavaly februárban kezdtétek a versenyzést, az azt jelenti, hogy idén is már februárban kezdődnek a versenyek? Igen, most is elkezdődtek a versenyek ebbe az évben, ugyanígy ez egy nagyon jó bevált menetrend van. A szövetségek, ugye mi több szövetséghez is megyünk versenyezni, a szövetségekhez is szoktak változtatni ezen, de februárban el szoktak kezdődni ezek a versenyek. Most februárban nem versenyeztünk, ennek több oka is volt, nagyon sok sérülésünk volt, nagyon nehezen jöttek vissza most a téli szünet után az emberek a tatamira.
A februári versenyeket azokat én jobbnak láttam inkább kiadni, és elkezdünk készülni, most egy kicsit próbálom nagyobbat ugrani, és elkezdünk készülni. Március 28-án kerül megrendezésre a Combat Wrestling Magyar Bajnokság és a Magyar Válogató. Itt most akkora szerencsénk lesz, hogy most hála Istennek Bulgáriában rendezik az Európa Bajnokságot, és Magyarországon fognak októberben világbajnokságot rendezni. És most erre elég sok energiát fogunk rátenni, hogy ezek a versenyek sikerüljenek, illetve a novemberi Brazil Jiu-Jitsu Magyar Bajnokságot mindenféleképpen meg fogjuk próbálni, és én magam most kezdtem el éppen a felkészülést, talán egy hete a májusi Barcelona Európa Bajnokság, a Brazil Jiu-Jitsu Európa Bajnokságra, és a srácoknak meg azt mondtam, hogy a combat wrestlinget mindenféleképpen próbáljuk meg, ez nekünk egy kicsit idegen, ez a szabályrendszer, ez egy kicsit ilyen hibrid szabályrendszer, jobban fekszik a birkózóknak, nekünk brazil jiu-jitsuoknak annyira nem, viszont nagyon-nagyon jó tapasztalat arra, és nagyon jó versenyzési tapasztalat tud lenni a srácoknak, és azt kértem tőlük, hogy ezeket a versenyeket mindenféleképpen próbáljuk meg, és közben meg ami jön, azokat meg úgynevezett ilyen felkészítő meccsként fogjuk fölfogni, és akkor így igazából világversenyekre fogunk tudni készülni. Igazából nem tervezünk az idén sok verseny, hanem patinás versenyeken szeretnénk inkább ott lenni. És mekkora az a stáb, az a csapat, akikkel a versenyeken részt tudtok venni? Itt ugye elhangzott már néhány név, hányan vagytok, akik járjátok a versenyeket? Hála Istennek én annyiba vagyok szerencsés edző, hogy nekem minden korosztályban van versenyzőm, tehát vannak egész picike gyerekek, ugye itt szövetségekként változnak a korcsoportoknak a megnevezése, ezért nem is mondok ilyen megnevezéseket, tehát egész pici gyerekeink is vannak, a legkisebb versenyzőnk az most talán ilyen 5-6 éves lesz talán, tehát 5 éves rácunk is van, aki nagyon szeretné majd a korosztályban megpróbálni a versenyzést. És a legidősebb az, hogyha a Hírman Csaba vissza fog térni, akkor ő 48 éves, nagyon szeretném, hogyha novemberre föl tudna készülni, neki volt egy elég komoly térsérülése, és abból nagyon nehezen tud csak meggyógyulni, 48 éves, nagyon nagy reménységem van hozzá, remélem, hogy vissza fog térni, tehát elég széles spektrumon játszik az a fajta korosztály, amit mi meg tudunk mozgatni a versenyeknek a tekintetében. A versenyek és a felkészülés mellett az egyesület tagjai Kerpács Rezsővel az élen nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelmi oktatásokra is, hiszen az idei évben ismét meghirdették Brazil Jiu-Jitsu alapú női önvédelmi csoportjukat, melyről hamarosan itt a Kalocsa Televízió híradójában tudhatnak meg további részleteket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, további szép estét, viszontlátásra!